Szevasztok, srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát végre elérkeztük a következő heti LEGO hírekhez, amelyben megpróbálom nektek összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt néhány napban, sőt az elmúlt két hétben a LEGO házatáján, hiszen előző héten nem volt heti LEGO hírek, hiszen akkor éppen költöztem, nem igazán éltem rá, látjátok, még igazából most sincs kész a stúdió, hiszen kénytelen vagyok ide a nappaliba kijönni. A stúdió az még elég gányul áll, úgyhogy remélhetőleg jövő hétre már azt be tudom rendezni, és akkor most már onnan fogok tudni jelentkezni nektek. Lényeg a lényeg, hogy a LEGO bejelentett egészen sok mindent, bejelentette az új termékcsaládját, az Animal Crossing termékcsaládot, ahova új készletek is érkeztek. Most már szinte biztos, hogy érkezni fognak Fortnite-os készletek, vannak itt új 10.000-es ötleteink, és hát rengeteg akció van a LEGO oldalán, úgyhogy nézzük is meg ezeket. Először is nézzük meg az új Animal Crossing készleteket, de előtte beszéljünk arról, hogy mi is ez az Animal Crossing. Ez egy Nintendo által kiadott videójáték, hát elég nagyot ment a pandémia alatt, nem vagyok benne biztos, hogy ez mostanában is akkora nagy szenzáció, mint annak idején volt, de tényleg a pandémia időszakában rengetegen játszottak ezzel a videójátékkal, és hát ehhez fogunk kapni új készleteket 2024 márciusában, úgyhogy nem is értem, hogy a LEGO miért jelentette már be ennyire hamar, még doboz képek sincsenek, csak a készlet fotókat tudom majd nektek bemutatni. Nagy valószínűséggel meg akarták előzni, hogy kilíkelődjenek a képek ezekről a készletekről, úgyhogy lehet, hogy ezért is osztották meg még ennyire hamar. Egyáltalán nem szokása a LEGO-nak, hogy hónapokkal hamarabb bemutatják az ilyen stílusú készleteket. És hogyha valamihez nagyon hasonlít, és szeretném ezt a termékcsaládot, akkor leginkább a Fabulant termékcsaládhoz tudnám hasonlítani, ami még a 80-as években adtak ki, abban is hasonló kis állatfigurákat lehetett összegyűjteni nagyon egyszerű kis építésekkel. És hát igazából ez a termékcsalád is nagyon hasonlít hozzá, majd fogjátok látni, de nézzük is meg. Először is itt van ez a Julien születésnapi zsúria 6000 forintért a készlet, és 2024 március 1-én jelenik meg, ezzel is mondtam nektek, és hát láthatjátok, hogy például a figurán egyből észrevehető a hasonlóság a Fabulanddal kapcsolatosan, láthatjátok, hogy itt is egy ilyen állatot tudunk összeépíteni, és egy hozzátartozó ilyen kis születésnapi kis hátteret lehet összeépíteni, hát számomra egy első ránézésre eléggé a dupló érzetét kelti, csak normális LEGO kockákból, úgyhogy inkább az ilyen kisebbeknek tudnám ajánlani ezt a készletet, de rengetegen játszottak ezzel a videójátékkal, úgyhogy az egyedi minifigurák miatt akár még a minifigura gyűjtők számára is érdekes lehet ez az új termékcsalád. Következő Bunny szabadtéri kalandjai, amiben hát egy ilyen nyuszi minifigurát tudunk összeépíteni, és hát egy ilyen kis szabadidős tevékenységet bemutató jelenetet láthatunk itt, és igazából a fákon nagyon észrevehető, sőt még azon a sátran is, hogy például a videójátékban is találkozhatunk hasonló alakzatokkal, úgyhogy tényleg ezt egész szépen elkapta a LEGO. Következő készletünk a Captain hajó kirándulása a szigeten nevezetű készlet, ez egy 12.000 forintba kerülő készlet, ehhez még egy kis csónak is társul, és igazából ebben már kettő darab minifigura is lesz, az előzőlekkel ellentétben itt kettő minifigurát tudunk bezsebelni, és ez egész egy ilyen trópusi vidékre van berakva. Következő készletünk az Isabel látogatóba megy, 17.000 forintba fog kerülni ez a set, és látható, hogy itt is kettő darab minifigurát fogunk kapni, itt már egy házikót is össze tudunk építeni, de látható rajta, hogy ez is csak egy 389 darabos készlet, úgyhogy egy nagyon alapépítésről lesz szó, de attól függetlenül az épület belsejét is hát valamilyen szinten kidolgozták, ne számítsatok annyira részletes kidolgozásra, és ennek a termékcsaládnak a legnagyobb készlete az nem más lesz, mint a Nook's Cranny és Rosie háza, 30.000 forintért kerül majd a polcokra, ez egy 535 darabos készlet, és összesen ebben is kettő darab minifigura van, ahogy így jól nézem, de ne felejtsétek el, ebben már kettő darab épületet tudunk összeépíteni, és igazából ezt is kívülről és belülről is kidolgozták, de mint igazából az összes többinél ennél is kijelentető, hogy ez nem annyira részletes készlet, szerintem ez kifejezetten a gyerekeket targetálja. Most már szinte biztosak lehetünk abban, hogy hamarosan kapni fogunk LEGO Fortnite-os készleteket. Ugye arról már beszámoltam nektek hónapokkal ezelőtt, hogy a LEGO és az Epic Store összeboronált, és hát annak köszönhetően azért már lehetett gyanítani, hogy nagy valószínűséggel készletek is fognak érkezni. Eddig aztán a videójátékhoz érkezett pár LEGO skin, vagy majd fog érkezni, ebben 100%-ig nem vagyok biztos, de a LEGO oldalán már föltűnt egy nagyon érdekes LEGO készlet, amiben egy lámát tudnánk összeépíteni. Egyébként ez az 582-57-es kódszám. Hát nagy valószínűséggel egy ilyen polybag készlet, vagy majd ajándékként adják hozzá valamilyen vásárláshoz, de ez a láma set egy az egyben úgy néz ki, mint a Fortnite-os Supply láma, nézzétek meg, hasonlítsátok össze, a színek is hasonlóak, sőt még az is látszik rajta, hogy itt az oldalán vannak azok a kis táskák, ez is megtalálható a LEGO verzióban, úgyhogy szinte most már biztosak lehetünk benne, hogy a későbbiekben LEGO Fortnite-os készletek is érkeznek majd a szortimentbe.
Október 15-től nagy valószínűséggel kapni fogunk egy Steamboat Willis LEGO készletet bizonyos vásárlás fölé ajándékba. Legalábbis ez a Twitter oldalon vagy az X oldalon már föltűnt, hogy a Disney oldalon, hogyha vásároltok LEGO készleteket $150 értékbe, akkor egy Steamboat Willis készletet is odaadnak ajándékként hozzá. Sajnos a LEGO ezt még ebben a pillanatban nem erősítette meg, hogy az ő oldalukon is elérhető lesz, de nagy valószínűséggel a LEGO oldaláról is ezt majd be lehet szerezni. És az az érdekesség ennek a kis ajándékcsomagnak, hogy egy az egyben úgy néz ki, mint a 3-4 évvel ezelőtt megjelent LEGO Ideas-os készlet, csak annak a lekicsinyített változatát kapnánk meg bizonyos vásárlás mellé. És hát számunkra azért is érdekes ez a készlet, és fontos ez a készlet, hiszen az eredeti ötletnek egy magyar feltöltő volt az ötlet gazdája, és hát most itt van egy második verzióban is. Az elmúlt két hétben a LEGO Ideas oldalán összesen 4 darab ötlet ért el a 10 000 szavazatot. Először is itt van a Friedrich által feltöltött Happier Than Ever nevezető ötlete, ami egy Billie Eilish szám alapján készült el. Láthatjátok, hogy ott van egy ilyen retro stílusú rádió, aminek még a belsét is hát egész szépen kidolgozták, bár nem rádió cuccok vannak benne, hanem egy lakásrészlet van beleépítve, egy háztető is van a tetején, és természetesen Billie Eilishnak is a minifigura verzióját megkapnánk. Aztán a következő ötletünk a Big Chicken által feltöltött Caroline the Pink Palace nevezető ötlete. Ha még nem láttátok ezt a stop motion filmet, akkor javaslom, hogy nézzétek meg, de készüljetek fel arra, hogy eléggé creepy alkotásról van szó. Azt a házat tudnánk összeépíteni, és természetesen a főszereplőinket is megkapnánk ezzel az ötlettel. A következő az nem más, mint a Bricky Brick által feltöltött Good August Garden nevezett ötlet, ami számomra elsőre hát egyértelműen egy ilyen nagymama növényeket hoz vissza. Van ott egy ibolya talán a szélén, meg valami kaktusz is lehet, az a zöld cserepes, hát nagymamámnál tele vannak ilyen növényekkel az ablakpárkányok, úgyhogy nekem ezt a hatást hozta vissza, és hát végül, de nem utolsó sorban itt van a Daniel ESC által feltöltött World Trade Center ötlete, 1979-es verziója. Hát igazán gigászi alkotásról van szó, hát nem tudom, hogy a LEGO ebben mennyire mászna bele, de minden esetre egészen részletesen van kidolgozva. Ja, és ne felejtsétek, a Brickling Designer programjának harmadik fordulója már elindult, ne felejtsetek el szavazni, egészen október 20-áig van lehetőségetek szavazni ezekre a készletekre. Egyébként láthatjátok itt, hogy 21-től november 19-ig megnézik, hogy milyen szavazatok érkeztek, és november 20-án fogják bejelenteni az 5 legtöbb szavazatot elért ötletet, és majd azok közül tudunk választani, hogy előrendeljük. Szerintem már ismeritek a Brickling Designer programját, és hát azért itt is vannak egészen jó kis ötletek, nem akarok senkit se nagyon befolyásolni, de azért itt is vannak kastélyok, csak úgy szólok nektek, sőt van egy ilyen Western tematikájú készlet is. A LEGO már revitalizálta a kastélyos termékcsaládot, a kalózost, a vikingest, a Classic Space-t is, viszont a tipikus régi westernes készletek közül még egyet sem hozott új formában, úgyhogy ez is egy egészen kis, jó kis választás lehetne, úgyhogy én erre egy szavazatot biztos le fogok adni. Van itt ez a Wayfarers Inn, ez is egészen részletesen van kidolgozva, kapnánk egy hajót is, figyeljetek oda a hajóra, és még itt volt egy kastély, amit meg akarok nektek mutatni, mert az nekem kifejezetten tetszett, várjatok, lapozok, na itt van, Castle of Lord Elsewhere. Eléggé tetszető, sőt a mellette lévő Lost City is egészen jól néz ki, és van egy Forest Strongholdunk is. Úgyhogy kastélyok ismét vannak, most már rajtatok át, hogy mikre szavaztok. A legtöbb szavazatot elért 5 ötlet nagy valószínűséggel majd megvásárolható lesz a Bricklink oldalán. Ha fölnézzünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy igazán durva akciók vannak náluk. Jelen pillanatban dupla VIP vagy dupla Insiders pontokat lehet szerezni egészen még 15-ig, szóval hogyha bármit vásároltok, akkor dupla VIP vagy Insiders pontot fognak adni mellé, de emellé még természetesen ajándékok is járnak, hogyha 38 000 forint felett vásároltok, akkor már ezt a kalózos ajándékot is be tudjátok zsebelni, ami nekem nagyon tetszik. Egy ilyen cápás barlangba megy bele ez a kis kalóz, és hogyha még Insiders tagok is vagytok, akkor mellé 19 000 forint felett vásároltok, akkor ajándékban annak egy kis halloweeni polibeget, amiben még világítós alkatrészek is vannak, vagyis sötétben világítós alkatrészek. Szóval, hogyha ilyen Insiders tagok vagytok, dupla VIP pontokat fogtok kapni, és 2 ajándékot is be tudtok zsebelni, és azt se felejtsétek el, hogy tele vagyunk akciós készletekkel, megint rengeteg leértékelt LEGO készlet került fel, például itt van az Atari mínusz 30%-os kedvezménnyel, Optimus fővezér mínusz 30%-os kedvezménnyel elérhető, Chevrolet Camaro, van ez a régebbi pickup teherautó, van ez a Peach kastélya, én annyira nem vagyok benne a Nintendo világában, de akit érdekel, az most ugyanúgy 25% kedvezménnyel tudja beszerezni. Van itt egy Technic készlet is, ez is 25%-os kedvezménnyel megvásárolható, itt van a Batman-es készlet, a Bosszúálló Quinjet-e is
40 ezer forint helyett most 30 ezer forintért lehet megvásárolni, úgyhogy nézzetek fel a LEGO oldalára, szerintem most egészen menők is akciók vannak ott. De természetesen hasonló akciók a LEGO Store Budapestnél is várhatók. Náluk például egy kicsit alacsonyabb a határérték ahhoz a kalózus ajándékhoz, náluk 35 ezer forint feletti vásárlás esetén adják ajándékba ezt a kalózsos cuccot, sőt, ne felejtsétek el, 10 éves születésnapját ünnepli a LEGO Store Alli boltja, és egészen 13-ától 15-ig, hogyha ott vásároltok 60 ezer forint értékben, akkor extra LEGO Store ajándékot fognak adni, ennyi LEGO Store üzlet készletet fognak ajándékba adni még emellé, úgyhogy akár, hogyha az Alliba látogattok el, akkor mindjárt két ajándékot is be tudtok zsebelni. Érdemes ezekre odafigyelni. Nos srácok, hát ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, de ne felejtsétek el visszanézni az előző tartalmaimra. Azt hiszem előző hét szombaton, vagy vasárnap is volt videó, vagy pénteken? Már nem emlékszek rá. Pontosan lényeg, hogy akkor volt egy videó, ha azt még nem láttátok, akkor nézzétek meg fent a sarokban. Igen, halvány közöm sincs, hogy már mi volt, de oda be van készítve, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg. Aztán hétfőn érkezett egy giganagy unboxing, és hát az utolsó készlet bemutató a régebbi stúdióban a vikinges készlet volt. Ha azt még nem láttátok, azt is ugyanúgy meg tudjátok nézni fent a sarokban. És hát a héten még, hát igyekszek nektek legalább még egy videót kiadni. Na most mivel ugye a stúdió még nincsen kész, ilyen 70%-os állapotában van, a bútorok már nagyjából megvannak, csak még eléggé visszhangos a cucc, meg még hiányzik néhány lámpa, úgyhogy azért nem akartam ott fölvenni dolgokat, meg néhány állvány is majd még érkezni fog, meg hát egy kicsit megváltozott a helyzet, ne számítsatok olyan nagyon nagy dologra, tehát nem egy hatalmas stúdióról van szó, egy 2,5x2,5 méteres lukról van szó, szóval olyan sok nagy helyem azért nincsen, viszont így most már nem az ágyat kell néznetek ott mellettem, hanem egy normális stúdiószerűség lesz majd, ha kész lesz, úgyhogy nagy valószínűséggel a következő adás, ami lehet, hogy nem is legús adás lesz, az már onnan fog jelentkezni. Ennyi lettem volna már. Ha tetszett ez a mai adás, akkor a lájkokat nem felejtsétek, ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!